Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek. Remélem, hogy lélekben együtt tudunk lenni, legfőképpen, hogy Isten előtt állhatunk meg. Milyen jó az Úr közelébe lenni. Az egyik zsoltárban is ez van, hogy új igen jó nekem Isten közelsége, közelségében élni. Most ez alkalommal majd egy királyról fogok veletek beszélni, és egy fiatalemberről. Remélem, hogy meg fogjuk érteni az igei gondolatokat. Saul egy egyszerű fiú volt, az apja állatokat tartott, nagy földjük volt, földműveléssel foglalkoztak, és hát voltak szolgák a házban, akiket Saul, mint a gazdának a fia irányított, olykor elvitte magával, hogyha útra kelt, ezeket a szolgákat, Szamárháton mentek, és hát a szolgákkal együtt beszélgetett, és hát nagyon jó, kedves alkalmaik voltak a szolgák és Saul együttléte során. Akkor még senki nem is sejtette, hogy Saulból király lesz. Egyszer az apának, Saul apjának, akit kisnek hívtak, elveszett a szamara, vagy talán több szamara is elveszett, és Saul a szolgákkal elindult megkeresni, hát, hogyha ezek a csatangoló szamarak előkerülnek, és hogy mentek hegyen, völgyön, nagy útat tettek, útközben elfáradtak, lepihentek, árnyékban aludtak, voltak ott mindenféle szép fák, és jó volt az árnyékában, ezeknek a fáknak az árnyékában megpihenni. Beszélgettek mindenről, Istenről, önmagukról, a gondjaikról. Na és úgy alakult aztán Saul sorsa, hogy ő, amikor az apja megbízt azzal, hogy menjen el és keresse meg az elveszett állatokat, akkor ő egy prófétával találkozott, ezt a prófétát pedig Sámuelnek hívták, és ez a próféta egy nagy titkot árult el neki. Ez a nagy titok pedig az volt, képzeljétek el, ez a nagy titok az volt, hogy fiam, állj csak meg egy szóra, mondta neki Sámuel, állj csak meg, mert itt van egy fontos mondanivalom. Ide figyelj, fiam, te belőled király lesz. El tudjátok képzelni, hogy Sámuel hogy megijedt, mert hát ez egy óriási feladat, óriási méltóság, embereken uralkodik, rengeteg pénze van, királyi ruhákba öltözik, a fején hatalmas korona. Miből volt a korona? Részből, vasból, papírból, vagy aranyból? Aranyból volt a koronája. Szóval, hogy ő király legyen. Hát az apja is egy egyszerű ember, mezőgazdaságból élt a család, ők politikával nem foglalkoztak. Élték a csendes életüket, és nem is akart ő járni még iskolába se.
talán még nem is járt iskolába se, Saul király, aki Saul király lett, ez a Saul nevű fiú, akkor még nagy, magas, szép, magas fiatalember volt. És hát ez a Saul nagyon meglepődött Sámuel szavain, hogy ő király. Aztán tovább gondolkozott rajta, és azt mondta, hát ez nem is lenne rossz dolog. Hú, nagyon mindenki meghajolna előttem. Tisztelnének az emberek, előre köszönnének nekem. Hú, micsoda méltóságom lenne. Királyi székben ülhetnék, de jó lenne beleülni. Ugye gyerekek, ti is kipróbálnátok egy királyi széket, hogy milyen abban ülni, hogy párnás vagy csak úgy fából van, és úgy kell ilyen fából készült széken ülni. Saul nagyon sok mindenen elgondolkodott, és aztán elköszönt Sámueltől a beszélgetés után a szolgáival együtt. A szamarak előkerültek, és örömmel hazavitték az elcsatangolt szamarakat. És akkor nem soká az országban királyválasztás lesz, és akkor úgy alakult, Isten úgy irányította a sorsvetést, hogy a Saul családjára esett, és azon belül is az ő családjára, és Istennek az volt a terve, hogy ezt a szép szál fiút felhasználja fontos, komoly dolgokban, és király lesz. És akkor ott megválasztották királynak, úgy szégyelte magát Saul, hogy ott voltak ilyen nagy színes kazalok, meg lomok, meg minden, és elbújt. Onnan kellett kihúzni, mikor megmondták neki, hogy na Saul, mától fogva király vagy, és te igazgatod az egész országot. Hát aztán Saul kihúzta magát, és nagyon örült, megnősült minden, nagyon jólétben élt, és hát végül is voltak harcok, amiket megnyert, tehát győzött a háborúban, nem szenvedett vereséget, máskor pedig bizony nehéz dolga volt, és vereséget is szenvedett meg, és hogy Saul egyre idegesebb lett, nem tudott aludni. Képzeljétek el, annyi gondja volt, hogy azt hitte, hogy csak szép ruhába kell járni, és föltenni a koronát a fejére, meg letenni. Föltenni a koronát a fejére, meg letenni. Föltenni a koronát a fejére, meg letenni. Azt gondolta, hogy ennyiből áll az élet. És nagyon nehéz volt neki. Sokszor olyan ideges volt, hogy tépte a szakállát, kidűlettek a szemei, szörnyen nézett az emberekre, ordított, és mindenki félt tőle. Az emberek úgy összegörnyedve elsuhantak legjobb a királytól távol lenni, mert nagyon-nagyon ideges, nagyon ideges, és majd még bajunk lesz. Saul nem is gondolta azt, hogy neki a királyság ilyen nehéz feladatot fog jelenteni. És aztán egyre rosszabb lett az állapota, idegesebb lett, és a szolgák összedugták a fejüket, és tanakodtak, hogy mit tegyenek a királyért.
ha már ilyen idegrohamai vannak, vérbe forog a szeme, és ordít, hát ez így nem mehet tovább. Akkor még nem voltak gyerekek pszichológusok, nem voltak ilyen nagyszerű pszichiáterek, mint a napjainkban, hanem hát aki szenvedett, szenvedett. Hát miért van úgy az élete, hát ki tudja, mi baja van. De a szolgák szerettek volna segíteni rajta. És elhatározták, hogy valamit tesznek érte. Hát hogy lehetne a királyon segíteni, mert tudjátok, úgy volt, hogy ordított a király, aztán, hogy magába rogyott. Olyan szomorkás volt. Aztán ordított a király, és aztán, hogy magába rogyott. Rossz volt a kedve. És hogy azt mondták, hogy rossz a kedve a királynak? Gondolkoztatok, mit csináljuk? És valamelyiknek eszébe jutott, hogy ő neki játszótársa volt egy fiú, úgy hívták, hogy Dávid. Dávid öcsi. Isai bácsinak a legkisebbik fiacskája tudott ám szépen énekelni. Gyerekek, ti is tudtok énekelni? Hát az egy nagyszerű dolog. Tudott Dávid öcsi szépen énekelni, és csinált magának egy hangszert, egy botot így megörvített, és húrokkal felszerelte, és pengette az ujjával ezeket a húrokat, és szép hangjuk volt, és hát azon játszott, megtanult ezen a hangszeren játszani, és hát ő neki a munkája abból állt, hogy az édesapja Isai bácsi kiküldte őt, Dávid öcsit, hogy menjen ki, és őrizze a juhokat. Voltak ott mindenféle nagy, erős juhok. Volt kos is ott, meg volt szamár is. Kutya is volt, ami megkergette a szófogadatlan bárányokat. És amikor Dávidot az apukája kiküldte, akkor mindig felszerelte magát fegyverekkel. Na hát aztán az történt, hogy a király nagyon beteg volt, féltek a királytól, és oda mentek a Saul elé, és azt mondták, hogy királyom, mi szeretnénk örömet szerezni neked. Ismerünk egy fiút, aki olyan nótákat tud játszani, hogy még te is táncra perdülnél, meg a feleséged, meg a lányaid, meg a fiad, meg mindenki. Olyan jó hangulat lenne, elmúlna ez a szomorúságod, ne izgass magad itt a szomszéd népek miatt, meg a háború miatt, meg egyéb miatt, ne izgass magad. Ide hívjuk, ha akarod, megkeressük neked ezt a fiút. A király ült a trónján, a katonák vigyáztak rá, és megérkezett Dávid a hangszerrel. Képzeljétek el. Szép piros arca volt, a szél összeborzalta a haját. Kedves fiú volt, ügyesen mozgott, jó kézfogása volt, tudott mosolyogni, kedves lenni. Megérkezett, neki egy nagyon nagy alkalom volt a királybácsi elé odaállni. Ilyet még nem látott az életében, hogy arany korona van a királybácsin, és királyi palást volt rajta.
hát bevitték a király elé, ült a trónon, és akkor megkérdezték, hogy Uram király, Saul, a fiú játszhat-e? Játszhat-e neked valami szép éneket? Megmondanád, Saul király, hogy melyik ének is tetszik neked? Ez olyan okos fiú, hogy el tudja játszani, a hangszeren. És hát így is történt, hogy Saul mondott egy éneket, na fiam, ha itt vagy, mutasd meg, hogy mit tudsz, ez az én nótám, jászd el. És akkor Dávid úgy elcsendesedett, úgy a szobának egy távoli sarkába leült, mert nem akart azért olyan közel kerülni a királyhoz, mert az egy hatalmas ember, hát ott nem biztos, hogy élve kerül ki, ha valaki bemegy a király elé. És akkor elkezdte pengetni a hárfáját, játszott, és szépen szólt. És ezt az éneket kezdte énekelni, többek közt először eljátszotta a király nótáját, aztán bemutatta az ő kedvenc énekét, és ezt az éneket kezdte játszani, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ő, aki vezet az ösvényen, elvezet engem a friss forráshoz, ahol csend van, ahol megnyugodhat a lelkem. És játszott. Ma már azt mondják, tudjátok gyerekek, hogy van zeneterápia, hogy a zenének is van gyógyító hatása. Persze nem minden zenének. Nem minden zenének. Azt ti is tudjátok, hogy van olyan zene, ami drogos vágyakat ébreszt az emberekbe. Hát olyan nem kell. Na nem ilyen nótával állt elő Dávid, hanem Istentől kapott énekekkel. Eljátszotta a Saul kedvére, amit mondott. És aztán a király a méle búból felegyenesedett, és jó kedve lett. Elkezdett ugrálni, bevelte a karját. Behívta az asszony, gyere be asszony, táncoljunk, ropjuk a táncokat. Gyere be fia, Jonatán, gyere be, te is. Jöjjön be Mikál, meg jöhetnek az urak is, akik itt vannak is. Táncoljunk. És mindenki csodálta, hogy elmúlt a szomorúsága. Dávidból isteni erő áradt ki, és az énekeiből is isteni erő áradt ki, hogy lecsendesedett a király, akinek a dühétől mindenki félt. És sokszor mi is vagyunk idegesek, meg rossz a kedvünk, és mi is kérhetjük az Urat, hogy a szívünket erősítse meg, vigasztalja meg. És szeretném, hogyha megismernénk azt a valakit, akiről Dávid énekelt. Az Úr az én pásztorom. Jézus Krisztus magáról azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és hogy a jó pásztor vigyáz a juhaira, és jól táplálja őket. Milyen jó, ha valaki hisz Istenben, ha ő rá bízza az életét, higgyünk mi is az Úr Jézus Krisztusban, és akkor nagyon boldogok leszünk.